Ferencváros és Sasok nyerte az idei Gabora Gálát szombaton a Salgótarjáni sportcsarnokban. A végső győzelmet megszerző csapat 4-3-ra verte a döntőben a Debrecent. A most is telt házas, sorrendben 24. jótékony célú nemzetközi öreg fiúk teremtornán pályára lépett idén a döntőt játszó csapatok mellett az Újpest, a Videoton és a Dunaszerdahely csapata. A helyieket pedig a Gabora Team és a Hotel Salgó képviselte. Az esemény változatlanul nagy népszerűségnek örvend, mind a közönség, mind a játékosok körében. Idén az olimpikonok tették különlegessé a gálát. Amennyi részvevő csapat van, annyinak kellett még nemet mondanom. Soha. Ennyi olimpiai és világbajnok egyszerre parketre nem lép Salgótarjánba egyszerre, mint itt. Kicsit később, de megérkezett Nyilasi Tibor barátom, ugye, aki már 15 éve mellettem áll, és következőt mondta, hogy akkor holnap pihenj egyet, és akkor hétfőn kezdjük a 25-et szervezni. A rendezvény megnyitóján Salgótarján emlékéremmel köszönte meg Gabora Jánosnak és Nyilasi Tibornak az eddigi munkáját Fekete Zsolt Salgótarján alpolgármestere. Elismerést kapott még Fülöp Zsolt, Kovács Norbert, Tábori Péter és Tóth Szilárd is a torna szervezésért és támogatásáért. A több mint 8 órás eseményen a legnagyobb szurkolói aktivitás ezúttal is az Újpest-Ferencváros találkozót kísérte. Nehéz mérkőzés volt, hiszen vezettünk 1-0, és utána megfordított az Újpest, és hát a szerencse mellénk állt, mert 7 méteresekkel tudtunk bejutni a döntőbe. A rendezvényről arról, hogy már nagyon régóta jövünk ide, tehát mindig a jótékonyság az előtérben van, és természetesen nem utolsó sorban az, hogy szeretünk mozogni, és hát a nézőket pedig szórakoztatni megpróbáljuk a jó játékunkkal. Többé-kevésbé nehezen megy most már, mert már idősödünk, és már nem annyi a futás, de megpróbálunk mindent, a legjobbakat. A szurkolók lelkesen fogadták a közös éneklésre hívást is. Az Ismerős Arcok nevű zenekar Nélküled című számát Valiskó Ferenc dunaszerdahelyi színész énekelte elő a közönségnek. A torna törzs vendége és több mint egy évtizede játékosa már Farkasházi Tivadar. A humorista, közgazdász, újságíró minden alkalommal ehhez az eseményhez igazítja évelei elfoglaltságait. Ez egy nagyszerű dolog, és úgy várom a szilvesztert és az új évet, nem várom a Gabora Gálát, várom minden évben. Most már nehéz játszani, mert tavaly a közönség kórusban azt kiabálta nekem, hogy Teddy, mikor hagyod abba, de itt annyi nagyszerű futballistával lehet találkozni, akik sok örömet okoztak nekem az elmúlt évtizedekben, és egyre kevesebb ilyen hely van az országban, úgyhogy a Gabora Gálát azt hirdetem, ahova lépek, ahova járok, és örülök, hogy itt lehetek. Utána megyek föl ide a várokat nézni a kis unokámmal, úgyhogy egy boldogság ez a hétvége. A szervezők igyekeznek minden évben rendhagyó összeállítású csapatot pályára hívni a gála mérkőzésekhez.
Ezúttal a különlegesség az olimpikonokból szervezett csapat volt, melynek kapuját Martinek János, kétszeres olimpiai, négyszeres világ és egyszeres Európa-bajnok öttusázónk védte. Milyen érzés olimpikonoknak egy csapatban, fociban pályára állni? Azt gondolom, egy kicsit vegyes. Egyrészt azért, mert nagyon szeretünk focizni, tehát ez egy nagyon jó kiegészítő sportág. Másrészt azért, mert sajnos ritkán találkozunk, és még lehet látni általában az első meccseken, hogy itt nem vagyunk úgy összeszokva, de aztán egy hangulatra vagy egy hangra kerülünk, és ahonnantól kezdve nincs probléma. Jó pofizás, az egymásnak egy kicsit csipkelődése. Épp most mesélt az egyik küzdősportos, hogy mostanában talán már nem ilyen poénok vannak, mint itt. Tehát most öröm volt ide belépni, mert mondta, ez hiányzik neki. Idén új szponzor is belépett a támogatók körébe. Karacs Attila korábbi tapasztalatok alapján már tudta, mihez adják a cégnevet. Évek óta járunk le, nem mint a Biopton AG, hanem mint magánszemély. Részt vettünk a tornán nézőként, illetve tavaly a PMSC-vel voltam vendégként jelen, és megfogott az a jótékonysági cél, amire a János ezt a rendezvényt létrehozta. Nagyon tiszteletre méltó a magyar közmédiában, vagy közgondolkodásban egy ilyet létrehozni, és ezt ennyi időn keresztül fönntartani. Tulajdonképpen önzetlenül működik ez a rendezvény 24 éve, ezért is álltunk mellé, ezért is támogatjuk, mert nincsenek benne úgy partikuláris érdekek, nincsenek benne számítások, ez egy tiszta dolog, ami mellé érdemes, egy Biopton is oda tud állni, és azt tudja mondani, igen, engem ez érdekel, és segítek a magam erejével és támogatásával, és jelen kívánok lenni. A hagyományos sporterek járverésen ezúttal az olimpikonok által aláírt sportmesz került kalapács alá, a licit 160 ezer forintnál állt meg. A torna kedvezményezettje a Salgótarjáni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola lesz. Már októberben személyesen is találkoztunk a Bora úrral, és akkor elmondta, hogy hogyan történik a szervezés, milyen feladatai vannak az iskolának, a szponzoroknak a megkeresése, az előzetes munkálatok, akár itt a rendezvénynek a szervezése, ebből is kivettük a részünket. A vendéglátási tevékenység, hiszen mi vendéglátós iskola vagyunk, ez is a mi dolgunk volt.